A kormány számára kiemelten fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosított legyen a hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő étkezése. 2016. januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk erről. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az iskolai étkeztetés lehetőségét június 26-áig kell megoldania az intézményeknek. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára pedig a szünidei gyermek étkeztetést június 16-ától kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak. Most ugye a járványidőszak egy kicsit megkavarta a dolgokat, de ettől függetlenül 16-át követően minden egyes gyereknek, aki igényelte, ahol a szülő igényelte azt, hogy nyári szünidőben gyermekétkeztetésben vegyen részt a gyermeke, az meg fogja kapni. A konyhánál előre kidobozolt adagokat készíteni, és ezeket az adagokat lehet majd naponta fölvenni egy aláírás ellenében. Az igénylők száma az kb. 250 szokott lenni leveleken, mert ugye a konyha kétfelé főz, mert besenyűzés mi látjuk el. A két településen kb. 350 gyerek igényelte az ellátást, ugyanakkor valójában körülbelül ennek a fele veszi csak igénybe. A jogszabályoknak megfelelően járnak el Nyírtelken is, ahol az elmúlt évek tapasztalata alapján a nyár folyamán fokozatosan nő az étkezést igénybevevők száma. Nyár elején közel 20, nyár végére eléri a 80 főt. A jogszabályok alapján működik ez nálunk. Két feltétele van, tehát egyik a rászorultság, a másik pedig az, hogy igényelni kell, és amikor ez elindul, akkor nyilván sokkal kevesebben szoktak lenni, de aztán az a jó ebben, hogy a hónap közepén, a nyár közepén, aki tudja, hogy otthon van a gyereke, az folyamatosan igényelhet, és akkor megfőzzük neki, kidobozoljuk, és aztán pedig a konyhára bejöhet, és átveheti az elkészített ételt. Nálunk ez azért érdekes egy kicsit, mert ugye most évközben itt Nyírtelken minden gyermek, aki a bölcsődénkbe, óvodánkba, iskolánkba jár, ingyenesen étkezik, és ugye most volt ez a járványidőszak, ezt mi tartottuk, de amikortól átállunk majd nyári étkezésre, akkor már csak azok vehetik ezt igénybe, ahogy mondtam, akik hátrányos helyzetűek, illetve kérik ezt egy nyilatkozat formájában. Míg a kisebb településen, Nyírteleken lehetőség van személyesen átvenni az ételt, vagy meghatalmazott segítségével eljuttatni a gyermekekhez, addig Nyíregyházán kizárólag házhoz szállítással kaphatják meg az érintettek. Nyíregyháza önkormányzata 2016 óta biztosítja jogszabály alapján a szünidei gyermekétkeztetést, azt megelőzően is biztosítottuk, de akkor pályáztunk rá. Most az államforrás biztosít, amelyet az önkormányzat kiegészít. Így azt jelenti, hogy 600 forint értékben napi egy tál meleg ételt biztosítunk a rászoruló gyermekek számára. A jogszabály nem változott, illetőleg a veszélyhelyzet miatt sem módosult a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy a korábbi éveknek megfelelően a nyári szünetben munkanapokon biztosítjuk a hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos gyermekeknek az ételt. Azt is megszokhatták a korábbi években, hogy házhoz szállítással oldottuk meg. Ez az idén is így fog történni. Tehát azt jelenti, hogy a gyermekek minden munkanapon, tehát hétköznap 10 óra és 14 óra között kapják meg. Az információkat egyébként meg lehet tekinteni a honlapon, illetőleg majd a Napló újságban is közzétesszük a felhívást. Körülbelül Nyíregyházán 1000-1500 körül mozog a rászoruló gyermekeknek a száma. Ez idén 950 gyermeket jelent, és már 734-en igényelték. Lehetőség van arra, hogy ha még a szülő nem igényelte meg gyermekére, és rászorult, hogy ez bármikor a nyár folyamán megtegye. A nyári gyermekétkeztetéshez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat. 2010 óta közel háromszorosára nőtt az erre fordított támogatás, jövőre pedig tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható összeg. 2021-ben már több mint 86 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, adta hírül az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkársága.